nem tudom, hogy testül előtt három napban kipróbálták, én most ugye elmaradt az eskü, vagy nem, nem tudom. Minden esetre, csak hogy a gyimesieknek van ez a fajta, tehát hogy a szexualitás, meg ezek a ilyen nagyon költő, ilyen összefűző disznóságok, ugye minden nap élet részét képezik, tehát én nekem is volt részem ilyen sima párbeszédek kapcsán is ebben, de hogy a táncnak is része. Na, eleget beszéltem, az a lényeg, hogy a gyimesi kettős rájtatójának az a ritmus, hogy pa-pam, pa-pam, pam, pa-pam, pa-pam, pam, pa-pam, pa-pam, pam, pam. Picit lassabban és picit gyorsan vettem, pa-pam, pam. És akkor így a lányok mennek egyik oldalt, fiúk másik oldalt, és így vezetgetik őket. És akkor a lányok néha kifordulnak, és akkor elkezdődik a táncszavaknak a kiabálása. Most ez olyan módon lehetne, hogy én az első sort, és akkor ti meg vissza, jó? Először lágyok leszünk. Hopp, szálingó, szalmaszál! Hopp, szálingó, szalmaszál! Kiabálnak. Még a szél is taszigál! Még a szél is taszigál! Ne taszigálj, kedvesem! Ne taszigálj, kedvesem! Gyönge vagyok, elesem! Gyönge vagyok, elesem! Egy kicsit ezek a disznóságok visszavezetnek minket egyébként a születéskori ordításra, az elsőre, meg más ordításokra is, de nyugodtan az rakjátok bele. Ez jó! Tehát nyugodtan, de nyugodtan, tehát ott is ez megy benne. Ezért ordítanak, mert jó nekik. Tudom, hogy ez így nem olyan szokványos, hogy ezt csak bazilika mellett tudom. 1842! 1842! A pinára nem kell csengő! A pinára nem kell csengő! Mert ha azon csengő volna! Mert ha azon csengő volna! Éjjel-nappal csak az szólna! Éjjel-nappal csak az szólna! Hopp-hopp-hopp-hopp-ho! Hopp-hopp-hopp-ho! Menjél, jó, menj itt! Ahogy elkezdődik. Ugye el sem hiszitek, hogy ezt kiabáljátok. Jó, oké. Ha meghallok, meghagyom! Ha meghallok, meghagyom! Csak a fiú! Állítsák föl a faszom! Állítsák föl a faszom! Összevissza, összevissza.